Tisztelt Országgyűlés, Novák előtt a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Miért nem támogatja az Antifa terror szervezetté nyilvánítását a kormány címmel? A kérdés megválaszolásával a miniszterelnök úr a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Pintér Sándor belügyminiszter urat bízta meg, aki megkérte Rétvári Bencét, hogy válaszoljon a kérdésre. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, a szélső baloldalhoz köthető Antifa nevű szervezet tagjai a lakosság megfélemlítése érdekében Európa szerte és most már Magyarországon is szervezetten erőszakos bűncselekményeket követnek el ártatlan emberekkel szemben, akiket találomra bántalmaznak az utcán brutálisan. A 2023. februári terrorcselekmények miatt elrendelték a nyomozást, de hiába kezdeményeztem a csoportosan és szervezetten támadó Antifa terrorszervezeté nyilvánítását egy kormányfőhöz benyújtott írásbeli kérdésben, az arra adott válaszból, pontosabban inkább mellébeszélésből az derül ki, hogy a kormány nem hajlandó meglépni ezt. Sőt, Torockai László egy határozati javaslatban is hiába kezdeményezte, aztán leszavazták azt. De a Mi Hazánk mozgalom továbbra is elvárja a kormánytól, hogy a nyomozást elrendelő határozat alapján javasolja az Európai Tanácsnak az Antifa szervezet felvételét a terrorszervezetek uniós jegyzékére. A felvétel alapján a tagállamok kötelesek intézkedni a szervezet és tagjai pénzeszközeinek, vagyonának befagyasztására, és velük szemben közös rendőri erővel lépnek fel. Az Antifa egyébként anyagi támogatást és harci kiképzést kap a szövetséges kurdisztáni munkáspártól, amit jelenleg is terrorszervezetként tart nyilván az Unió az említett jegyzékében. Magyarországnak nincs külön listája a terrorszervezetekről, az uniós jegyzék az irányadó a magyar jogban. A jegyzéket az Európai Tanács 6 havonta felülvizsgálja, tehát aktualizálja és közzéteszi. A jegyzékben bármely tagállam javasolhatja egy meghatározott terrorszervezet felvételét, de csak valamelyik igazságügyi szerve által hozott határozat alapján. Ez utóbbi lehet nyomozás, elrendelése, bírósági ítélet és hasonló. A 2023. februárban elrendelt nyomozás tehát jogalapot szolgáltatott a lépése. Miért nem támogatja mégsem az Antifa terrorszervezeti nyilvánítását a kormány? Köszönöm, Novák előtt képviselő. Válaszadásra megadom a szót Rétvári Bence, miniszterhelyettes államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Azt látjuk felháborító módon, hogy Nyugat-Európában, amikor az Antifa különböző akciókat végez, az nem csak hogy nem ítélik el, hanem egyfajta jópofa, baloldali, kicsit ilyen radikálisabb megmozdulásnak tartják, még akkor is, hogyha a bűncselekményeket követnek el, még akkor is, hogy erőszakosak, akkor is ezt elnézik, mint egyfajta élesebb baloldali kiállás. Ezzel szemben Magyarországon teljesen más a helyzet, hiszen Magyarországon az első erőszakos akció után rögtön elindult a büntetőjárás. Ráadásul ez egy Magyarországra importált erőszak, hiszen itt 15 zömmel külföldi szélső baloldali merénylőről beszélhetünk. Németek, olaszok, görögök. Magyarország nem fogja tűrni, hogy külföldről erőszakos, szélsőséges, extrémista irányzatok idejöjjenek, és embervadászatot rendezzenek Budapest utcáin, találomra kiválasztott embereket üssenek le hátulról, verjenek meg a földön, viperákkal, vascsövekkel, fújjanak le paprikasprével. Éppen ezért szemben azzal, hogy az Unióban ilyenkor csak szétteszik a kezüket sok országban, Magyarországon azonnal a hatóságokat lehető leggyorsabban eljártak, és mind Magyarországon igyekeztek elkapni az elkövetőket, mind pedig a külföldi hatóságokkal felvették a kapcsolatot. Nyomozócsoportot állítottak föl, szorosan együttműködnek a német, görög, olasz rendőrséggel, és az eljárás elindult, felfegyverkezve, csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak megalapozott gyanúja miatt, bűnszervezetben részvétel megalapozott gyanúja miatt, valamint közösség tagja elleni erőszak előkészületének megalapozott gyanúja miatt. Bízunk benne, hogy itt a külföldi jogsegés minél hamarabb megtörténik, és el lehet ítélni ezeket az embereket. Az pedig különösen felháborító, hogy Jámbor András, a parlament tagja, az Antifáról a korábbi lapjában, a Mércében milyen kedveskedő,
cikkeket jelentetett meg, és mintha ennek az egész erőszakos akciónak az élét próbálna elvenni, és próbálna szalonképessé tenni ezt a vállalhatatlan erőszakos embervadászatot rendező Antifa csoportot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés, Csárdi Antal, az LMP képviselője. Kérdés kívánok!